A dombóvári sportágválasztón a diákok betekintést kaptak a településen működő sportszövetségek életébe, valamint részt vettek különböző sorversenyeken is. Az egészséges életmódra, illetve a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet Szabó Csaba, a sportszövetség elnöke. 3 óvoda, 4 általános és 3 középiskolának a diákjait várjuk. Reggel 8 órától kezdődött a sportágválasztó, és 13 órakor fog befejeződni. 16 sportág választotta azt, hogy kijön és megmutatja magát. Próbáljuk a gyerekeket motiválni, hogy minden több sportágot próbáljanak ki. Van mindenkinek egy ilyen kis füzetecskéje, amit érkezéskor az információs sátornál megkap, és minden egyes sportágnál, hogyha mozgott 10 percet, akkor ezt leigazolják neki. A végén, amikor távozik, akkor ezt leadja az információs pultnál. A sportszövetség 2021-ben alakult, és már abban az évben hagyományteremtő szándékkal meg is szervezték az első sporteseményt. Mindenki egyfajta örömünnepet él, ugye mozgás az örömet jelent, de nincsenek illúzióink, hogy valakik, illetve a tömegek itt találják meg a sportjukat, mert ez nem lenne egy igaz. Ez csak egy lehetőség, főleg azok számára, akik iskolát váltanak, jönnek akár a falvakból be általános iskolába, vagy a falvakból jönnek be, vagy a környékbeli településekről középiskolába. Eddig valamit csináltak, és akkor itt kipróbálhatják egy helyen akár a labdajátékokat, akár az atlétikát, úszást, küzdősportokat, bármit. Gábor Balázs, a Dombóvári Z2 Sportegyesület vezető edzője, kiemelkedő eredményeket ért el tanítványaival a funkcionális fitness terén. Több sportágban merítünk, igazából itt tornából, ugye az állóképességi részből a futás, úszás, evezés, kerékpár, ugrókötél. Vannak a saját testsúlyos gyakorlatok, ugye ezek a tornából, akkor van nálunk az olimpiai súlyemelés, amit tanítunk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, és igazából ezeknek a keveréke, tehát ez egy ilyen mix. És a maga funkcionális fitness az 6 képességet tesztel, ugye teszteli az állóképességet, teszteli a saját testsúlyt, teszteli az erőt, akkor teszteli az ügyességet, és ezeknek úgymond a keverékét, tehát egy ilyen mixbe szokta összefogni maga a sportág egy teszten belül.